Üdvözlöm a kedves nézőket, ez itt az Élő Csillagászat Kis Lászlóval újra töltve, az igazi élő műsorok közötti szerda estékén megjelenő válogatás, a legjobb múltbéli főtémákból válogatva. Ez az adás most relatíve mentesebb az élő karaktertől, bár Szabó Olivér Norton bevállalta, hogy közvetítse, úgyhogy ő figyeli a kommenteket, a Facebook közvetítésben, én pedig valahol éppen pihenem egy hosszabb külföld utazásnak a hazautazási fájdalmait. Mindentől függetlenül azt kérem nagy tisztelettel, hogy lájkolt, kommentált a videót, oszd meg, ha tudod, később minden hozzászólás végig fog beüngészni a Facebookon is, és a YouTube-on is, és ha tetszik a tevékenységem, iratkozz fel a csatornámra. Jelen videóhoz az Élő Csillagászat legelső évadából választottam két részt. Most jó részt azért is nyúltam ennyire vissza a kezdetekhez, hogy felidézhessem, hogy mennyire primitív technikai megoldásokkal indultunk az egésznek a koronavírus járvány legelső nagy lezárása alatt. Ugye ez az egész sorozat azért létezik, mert akkor megpróbáltam kiszakadni az otthoni bezártságtól. És valójában még most is lenne hova fejlődnénk, mind a képi világban, mind a hangtechnikával különösen. Elsőként a mai műsorban a fekete lyukak alapfokú kérdését járjuk körbe, utána pedig a gömbhalmazok színes világa következik, és hát mindkét téma örökérvényű, és amikről meséltem az első évadban, többé-kevésbé mindmáig megállják a helyüket. Figyelmes vagy hosszú emlékezetű nézőim észlelhetik, hogy a mai újratöltött műsor ismét a fő téma szerkesztett változata, igyekeztem némi utóvágással kicsit feszesebbé tenni a tárgyalást mindkét archív anyagban. A fekete lyukas témánál konkrétan ki is hagytam egy akkor nagy sajtónyilvánosságot kapott eredményt, amit a szakma egyre kevésbé vesz komolyan, hogy ott akkor a legközelebbi fekete lyuk felfedezéséről szólt egy friss, ézó sajtóközlemény a HR6819 jelzésű csillag többes rendszerébe, ezt viszont azóta több tanulmány is megcáfolta alternatív magyarázatokkal, amelyekhez nem kell fekete lyukat feltételezni. Mielőtt elkezdjük az időutazást 2020 tavaszára, onnan szedtük elő, 3 éves anyagokat fog megnézni, elmondanám, hogy március 8-án ismét nagyon izgalmas és két szereplős élő csillagászattal készülünk a Schwab-Hegyi Csillagvizsgáló Facebook élő közvetítésében. A hagyományos égi kitekintés és a friss megfigyelések után dr. Pásztor Gabriella érkezik, az, aki az ELTE részecske fizikusa, akivel a kicsi és a nagy találkozásáról a kozmológia és a részecske fizika érintkezési pontjairól fogunk beszélgetni. Ezek után pedig jöjjenek a fekete lyukak és a gömbhalmazok. Jó estét kívánok, kedves érdeklődők, kedves nézőink, Kis László vagyok, a Schwab-hegyi Csillagvizsgáló Élő Csillagászat Kis Lászlóval című média kísérletének műsorvezetője, ötletgazdája, szerkesztője és rendezője, és még a kiskutya füle is. Ugye egy sorozatba fogtunk bele múlt héten, most meglátjuk, hogy ennek a sorozatnak milyen a fejlődése, milyen a változása. Hát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy továbbra is az a vezérlő elvünk, hogyha a látogatók nem tudnak eljönni a csillagvizsgálóba, akkor a csillagvizsgáló megy el a látogatókhoz. Ezek után elértünk a mai esténk fő témájához, a fekete lyukakhoz a csillagászatban. Ugye csillagászati szempontból a fekete lyukakat alapvetően az jellemzi, hogy extrém erős gravitációval bíró kompakt objektumok, a fényt is lényegében magukba zárják, ugye eleve úgy definiáljuk a fekete lyukat, hogy az az égi test, akárhogyan is értelmezzük ezt az égi testet, amelynek a felszínén a szökési sebesség az eléri, vagy meghaladja úgymond a fénysebességet. Ezért onnan még a fény sem képes elszökni, tehát fekete. Ugye a létezésükről régóta tudunk, és a következő néhány oldalhoz Inkó József munkatársunk segítségét kértem, aki nemrégiben a fekete lyukakról tartott egy nagyon jó áttekintő előadást Székesfehérváron. Ugye a fekete lyukakról egy ilyen fantáziaképek éltek tulajdonképpen nagyon-nagyon sokáig, hamarosan kiderül, hogy meddig. Itt egy olyan klasszikus fekete lyuknak egy szimulált, tulajdonképpen reális
szimulált képét látjuk, ahol a közepén a fekete az tényleg az a esemény horizontnak nevezett térrész, amin belülről már semmi nem képes elszökni. Körülötte van egy tömegbefogási korong, ezt hívjuk akréciós korongnak, és a fekete lyuk tetején az érdekes Darth Vader-i sisakra emlékeztető formáció, az nem valami plusz gázsugár, hanem igazából az akréciós korong, ez a hanglemezre emlékeztető valaminek a túloldali képe, amit a fekete lyuknak a rendkívül erős gravitációja, hát ide vonz, a fény nyalábokat ide téríti, mint egy hatalmas nagy lencse is, ahogy a fény nyalábokat hát eltéríti. Ugye Pierre-Simon Laplace, francia matematikus és fizikus volt az, aki 1796-ban már ezt kiszámolta és felvetette ötletként, hogy a nagy tömegű testekről a fény nem föltétlen tud kiszabadulni. Ugye képleteket nem fogok felolvasni, meg elmondani sem. A lényeg az, hogyha van egy klasszikus fizikai mechanikából ismert képlet, hogy egy égitest felszínéről hogyan, milyen sebességgel lehet elszökni. Ha ott a szökési sebesség helyére beírjuk a fénysebességet, akkor kifejezhetjük azt, hogy milyen méret, milyen sugár esetén, ugye a középponttól a felszínig, milyen méret esetén lesz a szökési sebesség éppen fénysebesség. Ebbe a G az egy gravitációs konstans, M a tömeg, a C pedig a fénysebesség. A magában egy nagy szám, ugye 300 millió méter per szekundum, a négyzete az még nagyobb szám, tehát ez egy bazi nagy szám, tehát a jobb oldalon a kis szám, nagy szám, tömeg, a lényeg az, hogy ez a gravitációs sugárnak nevezett méret, ahol a fénysebesség, a szökési sebesség az igen picike. Tehát valójában ténylegesen a fekete lyukak, ha ezt az egyszerű megközelítést követjük, akkor már innen lehet sejteni, ezek nagyon picike, nagyon sűrű, nagyon kompakt égitestek. Érdekesség kedvére érdemes megjegyezni, hogy John Mitchell, angol filozófus és polihisztor, a Laplace előtt jó másfél év, bő egy évtizeddel már felvetette azt, hogy ha a fény az fotonokból, részecskékből áll, amelyeket vonz az égitest, akkor a sötét csillagok létezése az elképzelhető, ahol a nap sűrűségű és a napot 500-szor nagyobb méretben meghaladó égitesteknél az ő számításai szerint a szökési sebesség az már a fénysebességet elérheti. De lényeg, hogy már a 18. század utolsó hatodában, utolsó ötödében fölmerültek ilyen gondolatok. Aztán, hogy ilyen ez tényleg lehetséges, már az einsteini általános relativitás elmélet megoldásaiból következtek. Ezekre most nem fogunk kitérni, nagyon sok ok miatt, de ugye a lényeg az, hogy az általános relativitás elmélet az a gravitációnak egy geometriai elmélete, és szépen kijön belőle, hogy a tömegvonzás, a gravitáció az egy térgörbületnek megfelelő valamilyen jelenség, ami tényleg befolyásolja a fénysugarak haladását. Tehát tényleg kijöhetnek olyan megoldások, hogy egy égitestből a fénysugarak nem képesek elszökni. Ugye a Mitchell-féle elképzelés azért vált népszerűtlenné, mert a 19. század az arról szólt, hogy a fény az hullám, és nem pedig részecskékből áll. Az elsőként egyértelműen fekete lyuknak gondolt égitestek felfedezését a csillagtömegű fekete lyukak tették lehetővé, mégpedig azok, amelyek egy másik csillag körül keringenek, és vagy elszívnak anyagot a kísérő csillaguktól, és létrejön ez anyagbefogási korong, ez az akréciós korong az átáramló anyagból, vagy gravitációs hatásukkal megmozgatják a kísérőjüket úgy, hogy abból megbecsülhető egyszerű Kepler törvények segítsége, hogy mekkora tömeg van ott a rendszerben, és ha nem látszik semmi, akkor az egy fekete lyuk. Ugye a legelső ilyen égitest, aminél ez fölmerült magyarázatként, ez a Cygnus X1 jelzésű röntgenforrás, a 1964-ben felfedezett első röntgenforrás a hattyú csillagképben, amiről 1973-ban mutatták ki amerikai-kanadai csillagászok, hogy a látszó óriás csillag mozgása alapján egy 15 naptömegű társnak kell ott lennie, és az egész rendszer 6000 fényéves távolságával viszonylag közelinek számít.
Ugye ennél a csillagnál, a Cygnus X1-nél is, és a hasonlóknál néhány tucat ilyet ismerünk a tejútrendszerbe. Tehát az alapjelenség az, hogy van itt a jobb oldali képen az a narancssárga tojás, egy nagy tömegű, mondjuk óriás csillag, balra lent egy kis fekete kosz, az nem egy pötty, nem egy légykosz, hanem tényleg a fekete lyuknak a stilizált ábrája, aminek olyan erős a gravitációja, hogy a bal oldalon látszó időben változó sebességeket okozza, tehát időben, időfüggő sebességváltozásokat. Az, hogy mennyit, milyen sebességgel, mennyi idő alatt mozog a nagy tömegű csillag, megadja a kísérőnek a tömegét, és a Cygnus X egy esetén ez a 15 nap tömeg úgy, hogy nem látszik belőle semmi, ez minden elmélettel konzekvensen azt mondta, hogy az ott egy csillag tömegű fekete lyuk. Ugye a csillagfejlődési elméleteink meg is jósolják, hogy a nagy tömegű csillagok összeomlásakor, jellemzően a 8 nap tömegnél nagyobb kezdeti tömegű csillagok élete végén, amikor meghalnak, akkor fekete lyukat hagyhatnak maguk után. Egy másik oldalon a szupermasszív fekete lyukak témája megint csak évtizedes múltra tekint vissza. Ugye a aktív galaxis magok, azok olyan pontszerűnek látszó égitestek, amelyek távoli, akár több millió, több tíz, több százmillió fényév távolságra találhatók hát tőlünk, és például rádiósugárzásban, vagy röntgensugárzásban kimutatható, hogy a galaxis magjából ilyen nagy sebességű gázáram, közel fénysebességű gázáram indul ki. És akkor itt kell egy dolgot megemlíteni. Amikor a fekete lyuk elnyeli az anyagot, akkor az nem egy olyan, mint a konyhamalac, hogy dobáljuk bele a rothadt almákat, és akkor megrág, és akkor kiköpés, akkor lehet adni a kukacoknak a kertbe. Amikor az anyag hullik befelé egy fekete lyuk felé, akkor az tömeg befogása során, ugye behullik a fekete lyuk erős gravitációs terében, fölmelegszik, átalakul részben belső súrlódások miatt, átalakul az ő gravitációs helyzeti energiája, hőenergiával, és ezért fölizzik. És igazából egy fekete lyuknak az akréciója, az képes a behulló anyag nyugalmi energiának, az a híres Einstein-féle képlet E=mc², akár a 15-20%-át is sugárzással alakítani. Megjegyzem, hogy ezért nagyjából 30-50-szer hatékonyabb energiatermelés, tehát a fekete lyuk általi anyagbefogás, mint a hidrogén-hélium fúziója. Tehát ha lenne a kertünk végén egy kis mikrofekete lyukunk, akkor nagyon ügyesek lennénk. Ha a naprendszerben lenne egy kis fekete lyukunk, akkor még ügyesebbek lennénk. Dobálnánk bele a szemeteket, és akkor jönne ki belőle az energia, hihetetlenül hatékony energiatermelő forrás lenne. Na most ez a hihetetlen energiatermelő képesség a fekete lyuk által elnyelt anyagban, ami magyarázatot adott arra, hogy távoli galaxisok miért képesek ilyen nagy gáz kis spricceléseket fénysebességgel elindítani. És ténykérdés, hogy tavalyi évben, 2019 tavaszán a csillagászat egyik legnagyobb szenzációja volt, amikor egy ilyen aktív galaxis magnak a belsejét sikerült rádiótáv, globális rádiótávcső hálózattal fölbontani, és ott Sauron szeme középen, pont úgy néz ki, ugye, mint a Gyűrűk urában a nagy gonosz, ami végignéz Mordoron és egész középföldén, az ott a felbontott, hát tulajdonképpen a fekete lyuk árnyék. Tehát ez nem az esemény horizont még, amit ott látunk, de körülötte az a világító gyűrű, az részben a foton, tehát a külső ilyen fotoszféra, a fénygyűrű, tehát az összes foton, ami abba az irányba megy, ami képes visszajönni, az ide felénk vissza jut a gravitációs térben eltérülve. Tehát ott a fekete lyuknak majdnem az esemény horizontjáig sikerült felbontani egy 50 millió fényévre lévő hatalmas galaxis magot, ugye az M87 jelzésű galaxisban, és itt a fekete lyuknak a becsült tömege 6 000 000 000 naptömeg. Tehát a csillagászok különböző tömegtartományokban, főleg a csillagtömegben és a szupermasszív tömegben már régóta tudták, hogy régóta tudják, hogy vannak nagyon erős gravitációs térrel bíró, nagyon érdekes objektumok. A saját tejútrendszerünk magjában, az SG Sagittarius A csillag jelzési rádió forrás röntgenben is világít. Ha megnézzük azt, hogy keringenek ott a
pontosan a rádióforrás helye körül a csillagok, ez itt nem szimulált, hanem valódi adaptív optikás közeli infravörös mérések 10 év alatt, akkor lehet azt látni, hogy csillagok keringenek egy láthatatlan vonzó centrum körül, és a csillagok mozgásából ennél a 30 ezer fényévre, tehát a mi tejútrendszerünk magjában található fekete lyuknál ki is lehet azt számítani, hogy egy 4 millió naptömegnyi láthatatlan égitest van. Tehát amikor azt teszik fel a látogató kérdésként számomra, hogy tényleg elhiszik, hogy vannak fekete lyukak, akkor kénytelen vagyok azt mondani, hogy hinni a templomba a kő, de a csillagászati megfigyelések azok ezeknél a jelenségnél egyértelműen mutatják, hogy fekete lyukakra van szükség. És 2015-ben, amikor a gravitációs hullámok felfedezését a LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory kísérlet bejelentette rá a következő évben, fizikai Nobel-díjat kaptak érte, onnantól kezdve már senki nem kételkedett abban, hogy a világ különböző helyszínein működő téridő görbület mérő kísérletek ténylegesen azt detektálták, hogy két fekete lyuk egymás körüli keringése során gravitációs hullámokat, a téridő fodrozódásait keltették, ezáltal vesztették a pályaenergiájukat, egymás felé bespiáztak, és a legvégén 0,2 másodperc alatt, az puty, ennyi, 0,2 másodperc alatt összeolvadtak, és a megfigyelt téridő görbületi mérés, aminek most nyilván résztében nem fog belemenni, azt mutatta, hogy egy 29 és 36 naptömegű fekete lyuk kakból álló kettős olvadt össze, 0,2 másodperc, tehát egy hihetetlen érzékeny és hihetetlen fantasztikus kísérlet, magyar vonatkozásokról majd máskor fogunk róla beszélni, ahol 65 naptömeg helyett csak 62 maradt vissza, tehát 3 naptömegnyi MC négyzet energia a gravitációs hullám kitörésben távozott, mindösszesen 1,2 milliárd fényév távolságban tőlünk. 2015 óta tudjuk, hogy gravitációs hullámok léteznek, kettős fekete lyukok tényleg léteznek, és a legnagyobb energiai folyamatok egyike, vagy talán a legnagyobb energiai folyamat a kettős fekete lyukaknak az összeolvadása. És ma azt gondoljuk, hogy a fekete lyukaknak egész jól ismerjük már a populációját. Ezen az ábrán azt lehet látni, hogy a kék gömböcök, a függőleges tengelyen a fekete lyukak tömege, a kék gömböcök a gravitációs hullámokat keltő fekete lyuk összeolvadásoknak az égitestjei, egy gömböc, még egy gömböc, és akkor kettőből lesz egy harmadik. A lilák pedig a elektromágneses sugárzás révén ismert, tehát a behulló anyag sugárzása révén ismert fekete lyukakat mutatják. Jól lehet látni, hogy 5 naptömeg környékén vannak a legkisebb olyan fekete lyukak, legkisebb tömegű fekete lyukak, amelyeket onnan ismerünk, hogy behulló anyagot kapnak akár a csillagközi térből, akár egy szorosan körülöttük keringő, kísérő csillagtól. A fekete lyukak asztrofizikája már nagyon rég nem csak elmebeteg, őrült tudósoknak a papírokon a hosszú egyenletek levezetése, hanem konkrétan empirikus, szilárd bázison alapuló disziplína a csillagászaton belül. És akkor a kérdés, a fekete lyukak közelről megnézhetők? Hát mindenkit ez érdekel. Ugye 1000 fényéves távolságával a HR6819 még csak a fénysebességű kommunikáció számára sem elérhető, hiszen 1000 év még odaér a rádió, hogyha mondjuk ott élnek idegen lények, akik a fekete lyukokon át közlekednek, és aztán 1000 év még visszaszólnak, hogy sziasztok, ne gyertek ide, tök érdektelen a hely. Ugye már csak azért sem érdemes a fekete lyukakat közelről megnézni, mint ezért az ábrán látható, hogy ahogy közeledünk egy ilyen nagyon kompakt, erősen gravitáló test felé, annyira erősen változik a gravitáció, és pontról pontra egyre nagyobb, hogy gyakorlatilag azonnal megnyúlnak és szétszakadnak a testek, amikor a fekete lyuk közelébe esnek. Tehát űrhajósok fekete lyukakkal még jó ideig nem fognak közlekedni, de természetesen álmodozni lehet bármiről, akár még fekete lyukas űrhajókról is. A mai estére ezzel készültünk, ugye ez az első fele a műsornak, van egy második fele a műsornak, amikor föl lehet tenni kérdéseket. Én azt szeretném kérni, hogy ha csak lehet, az elhangzott dolgokkal kapcsolatban jöjjenek a kérdések, mert hát ha amúgy holnap reggelig is itt beszélgethetnék, amit én szívesen csinálok, mert szeretek beszélni, de nem biztos, hogy ez a nyertes stratégia, a sorozat
hosszantartó fenntarthatóságának kiépítéséhez. Szép jó estét kívánok kedves nézőinknek, érdeklődőinknek! Ez itt az Élő Csillagászat Kis Lászlóval című heti magazin műsor következő kiadása, ugye a Schwab-hegyi Csillagvizsgáló előadójából. Ezek után térjünk rá a műsornak a további előzetes, immár a szakmaibb részeire. Talán lehet látni és hallani is reményeim szerint, hogy kicsit fejlesztettünk a technikán, a fényeken, a világítás technikán, és a mai napon Prinz Gergő barátunk itt járt, és hát instrukciókat kaptunk hangtechnikával kapcsolatban, és szeretném azt hinni, hogy talán hallható is az, hogy a műsorunk fejlesztése, a fejlesztésébe tett energiáknak van mondjuk így eredménye is. És akkor megérkeztünk a mai napra tervezett fő témához, a gömbhalmazokhoz. A gömbhalmazokhoz, amely témaválasztást megint csak a hétvége, ez a múlt hétvége, ez egy hihetetlen élmény volt. Hadd kapcsoljunk már oldalra. Tehát... Igen? Akkor nem kapcsolunk oldalra. Köszi. A múlt hétvégén, ugye, mint már említettem, ugye Zalában tartózkodtam egy családi hosszú hétvégés kiránduláson, és péntek este nagyon hosszú idő után rácsodálkoztam a csillagos égre. És hát a helyzet az az, hogy ami föltűnt azonnal, amikor tátott szája föl, bámultam a Herkules csillagkép, amit nagyon könnyű megtalálni, hiszen a Líra csillagkép alfelő csillaga, a Vega, és az északi korona között pont félúton van egy ilyen nagyon szép trapéz, és ennek a jobb oldalán egy halványan derengő ködösségként a nagyon jó göcsei sötét égről ezt megpillanthattam. Na most az M13 jelzésű a Herkules nagy gömbhalmaz, nem az egyetlen gömbhalmaz, több gömbhalmaz is van a Herkulesben, az M92 kicsit följebb, meg van egy NGC6229 is, de az M13, amit a Herkulesnek a nagy gömbhalmazaként szokás ismerni, rágondolunk akkor, és megnézzünk róla egy 11 néhány évvel ezelőtti amatőr csillagász fotót Szitkai Gábor és Éder Iván koprodukció, akkor látni ténylegesen ilyen csillagrajok, mint egy hatalmas nagy méhraj, nagyon szép, nagy távcsővel, vagy nagy határfényességű fotókon a millió csillag, hát nem millió, de százezes számba csillagok tűnnek fel. Tehát van valami fantasztikus ezekben a halmazokban. Ha megnézzünk egy HST-s közelképet az M13-nak a magjáról, akkor az is föltűnik, hogy érdekes módon vannak sárga színű csillagok is, meg kék színű csillagok is a halmazban. Tehát különböző színű csillagoknak egy ilyen keveréke, és hát még ehhez egy ilyen személyes történet. Ausztráliában egyszer egy valójában exobolygó kutatással foglalkozó csillagásztól hallottam egyszer ezt a sztorit, hogy a gömbhalmazok a szakcsillagászok életében olyanok egy kicsit, mint egy fekete lyuk, vagy félig meddig, mert szinte mindenki életében előfordul az, hogy rácsodálkozik a gömbhalmazokra, és akkor elkezdi őket tanulmányozni. Vagy a bennük levő változó csillagokat, vagy a halmazoknak a szerkezetét, vagy a bennük levő csillagoknak a mozgását, van-e bennük sötét anyag, van-e bennük fekete lyuk, vannak-e bennük neutron csillag, tehát mindenféle dologgal tehát beszippantják. Aztán ki is köpik legtöbb csillagászt a gömbhalmazok, de valójában a gömbhalmazoknak ez a fantasztikus szépsége, ez a gömbszimmetrikusan koncentrálódó csillag csoportosulás, aminek ugye a belsejében, ha ott tartózkodnánk, az egünkön több száz telihold fényességű csillag lenne látható, tehát egy hihetetlen látvány lenne, ez úgy mindenkinek a fantáziát azért megragadja. Ha megnézzük a csillaghalmazoknak a nagyobb kontextusát, akkor ugye nyilván meg kell említeni, nem lehet kiadni azt, hogy kétféle csillaghalmaz létezik, vagy kétféle csillaghalmaz szokás megkülönböztetni a tejútrendszerben. Az egyik az a nyílt halmazoknak a csoportja, ami ugye fiatalok, ahol a fiatal az 1 milliótól max. 1 milliárd éves korig terjed. Tehát, hölgyeim, egy 1 millió éves csillag az még fiatal. Tehát semmi gond nincs még ott úgy az életünk közepén, fiatalok vagyunk.
egy gyengén kötött csoportosulások, ami azt jelenti, hogy hosszú távon szét fognak esni majd, és jellemzően egy nyílt halmazban a halmaz tagok száma az mindösszesen néhány száz, nagyon ritkán néhány ezer. És bennük a csillagok a fiatalságnak köszönhetően fémgazdag, azaz föl van dúsulva az idős csillagok és idős szupernovák anyagával letermelt nehezebb fémekkel, és mindenféle tömegű csillag van egy nyílt halmazban. Ugye, a Perseus-Iker halmazban, ami egy jól ismert nyílt halmaz a Cassiopeia és a Perseus csillagkép között, még 10-20 nap tömegű csillagok is vannak nyílt halmazban, tehát szuperóriások. Ugye ezzel szemben a gömbhalmazok, amelyekre itt az Omega Centaurit, vagy Omega Centaurit látjuk példaként Éder Iván asztrofotós, magyar asztrofotósnak a galériájából, ezek a tejút rendszer legidősebb építő kockái lényegében 10 milliárd évesek, és akár 1 millió halmaztag is lehet egy-egy gömbhalmazban. Ugye az, hogy ilyen sok van bennük, jelzi azt, hogy nagy tömegük van, és ez a nagy tömeg, ami egyben tartja őket, akár az egész tejútrendszer, az egész univerzum kora alatti időszakban. Mivel nagyon korán keletkeztek az univerzum elején, a fém szegények bennük a csillagok, ugye még nem voltak letervelve nehezebb elemek, és rengeteg csillagfejlődési végállapot található egy gömbhalmazban. Ugye fehér törpék, neutroncsillagok, de még bizony fekete lyukakat is sikerült már kimutatni, csillagméretű fekete lyukakat gömbhalmazokban. Tehát amikor egy ilyen bandára ránézünk, akkor kvázi látunk egy hírvivőt a tejút rendszernek abból a korszakából, amikor keletkezett. Tehát nem véletlenül hívjuk a gömbhalmazokat asztrofizikai laboratóriumoknak. Ugye a szerkezetük, az eloszlásuk az olyan, hogy a tejút rendszerben a gömbhalmazok a halóhoz tartoznak, ez a tejút rendszer fősíkját gömbszimmetrikusan körbevevő részhalmazhoz a tejút rendszeren belül. A halóban nem csak gömbhalmazok vannak, hanem vannak csillagok is, illetve van sötét anyag is, aminek létezésére ugye a csillagok és a gömbhalmazok mozgásából lehet következtetni. Egy nagyon fontos dolog, ez a kor meghatározás. Honnan tudjuk, hogy ezek ennyire öregek? Ugye említettem már a Hubble űrtávcsúves fotónál, hogy a színek, vissza is mennék ide, de bármelyikhez visszamehetnék. Ugye vannak kékek és vannak vörösek. A gömbhalmazok csillagainak, a gömbhalmazok csillagaira a szín és fényesség mérés egy nagyon nagy hatékonyságú vizsgálati módszer, mert fölrajzolhatjuk azt az ábrát, ami nélkül egyetlen egy csillagászati előadás, csillagokról szóló csillagászati előadás sincs, amit úgy hívjunk, hogy Hertzsprung-Russell diagram. Ez annak a változata, ahol a vízszintes tengelyen szerepel a csillagoknak a színe, itt vannak a kék csillagok, itt vannak a vörös csillagok, és a csillagoknak az abszolút fényessége, itt vannak a fényes csillagok, itt vannak a halvány csillagok. Ezek a piros pöttyek egyedi csillagok, egy valamilyen mozgási halmazban, ez most teljesen lényegtelen. Ami a lényeges, azok a vonalak, a színes vonalak, amik elméleti modellek különböző korú csillagpopulációk. Tehát különböző tömegű, egy időben keletkezett csillagok modelljei hogyan változnak időben. És fölhívom a figyelmet rá, hogy a zöld, kék és rózsaszín, ami 1, 2 és 4 milliárd éves modelleket mutat, itt ezen a részen, ez az elfordulási pontnak nevezett régióban mutatja a kort. Minél öregebb egy csillaghalmaz, annál több csillag elfordult innen erről az átlósan húzódó fősorozatról, és elfejlődnek a vörös óriások közé. Ugye a gömbhalmazok, azok öreg csillaghalmazok, ezért nem lepődünk meg, hogy a színfényesség diagramjukon a csillagoknak a többsége a sárga és vörös tartományban található. Ezt az ábrát az M55 jelzésű gömbhalmazzal rajzolták föl, ahol a vízszintes tengelyen továbbra is a szín szerepel alul, fölül a hőmérséklet, itt vannak a 10.000 fokos csillagok, itt vannak a 4.000 fokos csillagok, ugye teljesen eltűntek innen a csillagok, az átlós fősorozati csillagok, hanem a vörös óriás tartományban találunk csillagokat, illetve még néhány kisebb pontfelhő látható ezen a diagramon. Még egyszer, szín és a fényesség egymás függvényében. Egyik ponthalmazra hat hívja itt föl külön a figyelmet, ezeket úgy hívjuk, hogy kék vándorok, vagy blue stragglers, ugye az angol szakkifejezés rájuk,
amik olyan csillagok, amik nem kellene, hogy ott legyenek, ahol vannak. Mint hogyha fiatalabb csillagok lennének a halmazon belül, tehát még egyszer, ugye a fiatalabb csillagok, azok följebb, balra, fölfelé vannak ezen a diagramon. Ezek a csillagok is az elfordulási ponttól balra, fölfelé vannak, mintha fiatalabbak lennének. De az ember részletesen megvizsgálja őket, kiderül, hogy ezek ugyanolyan halmaztagok, mint az összes többi, és ezekkel kapcsolatban az uralkodó elképzelés vagy elmélet az az, hogy ezek összeolvadt kettős csillagok. Tehát két csillag azért is összeolvadhat, mert ütköznek, egy gömbhalmaz magjában, ahol sűrűn találtuk a csillagok, akár össze is ütközhetnek csillagok, de ismerünk olyat is, hogy két csillag egymás körül kering, a keringésük során előbb-utóbb különböző jelenségek előidézhetik azt, hogy az egyik csillag elnyeli a másikat. És akkor látszólag egy fiatal, nagyobb tömegű, magányos csillagnak látszik kékvándornak. A gömbhalmazoknál egy másik ilyen nagyon érdekes jellemző, nagyon föltűnő jellemző színfényesség diagramon az, amit úgy hívunk, hogy horizontális ág. Ugye horizontális, mert hogy vízszintes nagyjából, az extrém horizontális része az kissé legörbül, ezek a legforróbb tagjai ennek a csillagcsoportosulásnak. Ezekről azt gondoljuk, hogy azt tudjuk az elméleteinkből, hogy szemben a fősorozati csillagokkal itt lent, amelyeknek a magjában hidrogén fúzionál héliummá. A horizontális ági csillagokban már túljutottunk ezen a szakaszon, és itt valójában magbéli hélium fúzió történik. A hélium alakul át szénné, ha úgy tetszik. Tehát teljesen más belső szerkezete van ezen horizontális ági csillagoknak. És ezek kapcsán két dolgot hadd említsen meg az ember. Az egyik, hallgassuk meg ezt a videót. Ezt még Kollár Zoltán, csillagász, magyar csillagász kollégám, ex-kollégám, nem is tudom, hogy hivatkozok rá, a Magyar Csillagászat Egyesületnek az elnöke készítette jó pár évvel ezelőtt. Ez az M3 jelzésű gömbhalmazban az RR Lyrae típusú változókat mutatja, egy nagyon látványos, vagy mondhatnánk azt is, hogy halványos formában. Ha az ember jól megnézi ezt a videót, akkor lehet látni, hogy egyes csillagok néha fényesebbek, néha halványabbak. Néha fényesebbek, néha halványabbak. Ugye ezek azok az RR Lyrae csillagok, amelyek átlagosan félnapos periódussal pulzálnak, kitágulnak, összehúzódnak. Ezek horizontális ági csillagok. A hang, amit hallunk, ez pedig az összes csillag pulzációs periódusa felszorozva egy nagy számmal, hogy a hallható hang tartományába jusson el, a rezgésnek a frekvenciája. Természetesen nem adnak ki hangot magukból ezek a csillagok, de meglehet, ez a méhraj, pillanatra el is hallgatok, ez a méhraj nem más, mint a kozmikus szimfónia, amit az M3 gömbhalmaz RR Lyrae csillagai játszanak nekünk az esti égen mostanában. Természetesen ezeket szokás komolyabb módszerekkel is vizsgálni és tanulmányozni. Az M3, konkrétan az M3 esetében Jurcsik Johanna és munkatársai pár évvel ezelőtt egy nagyon részletes RR Lyrae csillag mintát mértek föl és vizsgáltak meg. Ugye ez a szokásos tudományos ábrázolás, mert minden egyes görbe egy csillaghoz tartozik, vízszintes tengén idő, függőleges tengén a fényesség, hát így pulzálnak az M3 RR Lyrae csillagai. Hát néha az a pulzáció szabályos, néha az a pulzáció kevésbé szabályos, mindenféle effektusok torzítják, ez itt például nagyon szép Blaschko effektus, de megint ez nem a mai estének a témája. Tehát a gömbhalmazokban a horizontális ági csillagok, a magbéli hélium égető csillagok, tehát lehetnek pulzáló változók, és a legfrissebb érdekesség, ami múlt héten jelent meg a csillagászat.hu oldalon, az a mágneses aktivitással kapcsolatos. Néhány gömbhalmazban egy kutatócsoport megvizsgálta a forró csillagokat, az extrém horizontális ági csillagokat, és azt találták, hogy periódikus fényességváltozást mutatnak, ahol a periódikus fényességváltozást a csillagok felszínén látható fényes foltok okozzák. Itt van róla egy második kép is, ami kicsit más szempontból mutatja őket, és van egy animáció is, ezt hogy az Európai Déli Obszervatórium multimédiás szakemberei készítették. Tehát míg a napunkon a sötét foltok vannak, ezeknél az extrém horizontális ági csillagoknál fényes foltok vannak. Mágneses aktivitás történik, de hogy mi áll a dinamó mögött, mi hajtja ezt a mágnest,
ami ezekben a csillagokban van, lényegében jelenleg semmit nem tudunk. Az biztos, hogy nagyon más típusú mágnesesség, mint amit a mi napunkon belül tapasztalunk. Hát ugye ez a Nature Astronomy-ban jelent meg, tehát ez egy ténylegesen egy rejtély, egy új rejtély a gömbhalmazok csillagaival kapcsolatban. És ugye általában ma délelőtt is ezt az előadásom itt ért volna véget ennél a képnél, ugye általában azzal szoktam a gömbhalmazokat, mint asztrofizikai eszközöket használó kutatások ismertetésénél mondani, hogy a mi tejútrendszerünkben egy olyan 151 néhány 160 gömbhalmazt ismerünk. Vannak galaxisok, az óriás elliptikus galaxisok, mint például ez itt ezen a felvételen, amelyekben nem néhány tíz vagy néhány száz, hanem akár több ezer gömbhalmaz is található. Ugye ezen a fotón, amit látunk a galaxis körül, ilyen kis pöttyök, olyanok, mint a csillagok lennének, ezek mind gömbhalmazok. Ennek a galaxisnak, az M87 jelzésű óriás elliptikus galaxisnak tőlünk 50 millió fényére legalább 3000 gömbhalmaza van, és ha ezeket a gömbhalmazokat megvizsgáljuk, föl lehet térképezni a galaxisnak a belső mozgás viszonyait, és ebből lehet következtetni megint csak a sötét anyag, a gravitáló, de nem látszó anyag létezésére, eloszlására, mennyiségére, hatásaira. És mint említettem, ma reggel itt ért volna véget ez az előadás, de aztán reggel fölnyitotta az ember az internetet, és akkor mit látott a Index címlapon? Úgy néz ki, felfedezték a sötét anyagot. És akkor ez a műsor, aminek ugye címe az, hogy élő csillagászat, nem hagyhatta szó nélkül, vagy nem hagyhattuk szó nélkül, hogy egy legfrissebb, nagy potenciális felfedezésre reagáljunk. Ugye a sötét anyagról legutóbb is meséltem, többször is beszéltem már a sötét anyagról. Ha ez beigazolódik, ez tényleg fizikai Nobel-díj lesz. Ugye a 21. század fizikai rejtélyének egyike, hogy mi az, ami az univerzumban nagyjából az összanyag energiának a negyede, kicsit több, mint negyede, de nem látszik, csak gravitál. Azért persze a maga a cikk, ugye, ami, ha jól emlékszem, talán Molnár Bálint szerzésében, nem Bálint, bocsánat, itt most elrontom, nem akarok rossz nevet, tehát az Indexnek egy általában igen jó cikkeket író újságírója követett el. Ez a cikk is egyébként nagyon jó, tehát semmi gond nincs a cikkel. A cikk címe, amit vélhetőleg Molnár Csaba, köszönöm szépen. A Molnár Csaba készített, nagyon jó cikkeket szokott a Csaba készíteni, és lehet, hogy a cikk címét nem is ő adta, ez a online sajtóban megszokott módszer, hogy a főszerkesztő adja a címet. Hát elmondom itt zárójelbe, a csillagászat.hu címeit sem a szerzők szokták adni, hanem én. Mert a Klikvadász címadásban még én vagyok a legszemtelenebb. Na lényeg, ami lényeg, hogy ez a cikk is egy valójában tök jó cikk volt, csak a címe azért kissé túlzás, kissé eltúlzás, ezért belenéztem én is a felfedező kísérletnek az anyagaiba. Ugye a Xenon 1T kísérlet, ez az olaszországi Gran Sasso laboratóriumban történt, 2016 és 2018 között, ami ugye egy alagút mellett, egy nagy hegy alatti, tehát kis háttérzajú, részecske háttérzajú, hegy alatti, föld alatti laboratóriumban történt, ők maguk nem állítják azt. Ugye maga a kísérlet az ugye arról szól, hogy 3,2 tonna xenont, folyékonyra hűtött xenont tartanak egy nagy tartályban, föld alatt, amiből 2 tonna xenon a céltárgy, ahol várjuk, vagy várják azt ebben a kísérletben, hogy beérkeznek mindenféle részecskék, azok ütköznek ezzel a nemes gáznak az atomjaival, és akkor ott valamilyen részecske fizikai jelenséget okoznak, amik fölvillanással is járnak, tehát kiszakítanak elektront, és aztán még lesz egy fölvillanás is. Ugye a xenon, az emlékeztetnék a periódusos rendszerben, hidrogén, hélium, neon, xenon, tehát ugye a nemes gázoknak a tartományába esik, vagy oszlopába esik a periódusos rendszerbe. 3 tonnát ebből összeszedni, hát ezt nem az ecserisori piacon csinálja az ember, mert szerintem az egész Földön az összes xenon készletnek a jelentős százaléka itt van ebben a kísérletben. És amit ők találtak, az ez a görbe, és ténylegesen ők nagyon őszintén és beletörtösen elmondják, hogy
A jelenségeket, amiket detektáltak majdnem 3 év alatt, vagy több mint 2 év alatt, nagy részt le lehet írni ezzel a piros vonallal. Ez a piros vonal mutatja azt, hogy a különböző energiájú csatornákon hány jelenséget várunk, mindösszesen jól ismert asztrofizikai háttérből. Nem asztrofizikai, hát részecske fizikai háttérből, ami hát persze kívülről jön, tehát részben asztrofizikai háttérből. Kozmikus részecskék, radioaktív bomlások a Föld, belső, mindenféle kiskutya füle is. Ami itten föltűnt, az az a rész ott a kis energiájú tartományban, és akkor itt mondja azt az emberben az empirista, hogy hát az a fene egye már meg, ha jó megnézzük, akkor valójában mindösszesen 2 pont az, ami a hiba határon túlmutat, annyival több jelenséget vélnek kimutatni, mint amit az elméleti görbe jósol. Itt van egy pont, ami rajta van a görbén, itt ez a pont, mintha fölötte lenne, de hiba határon belül igazából érinti a vonalat. Tehát valójában mindösszesen 2 mérési pont az, ami sugallja azt, hogy mintha lenne valami, ami lehet egy kölcsönhatás a hipotetikus axionoknak nevezett új részecskékkel. Ami lehet akár a sötét anyagra is magyarázat. Ha az ember ránéz erre a diagramra, azért vannak máshol is ilyen kilógó pontok, általában csak egy pont ló ki annyira, mint ez a kettőt. De az, hogy igen, vannak statisztikus elemzések, ugye nyilvánvalóan mindenféle statisztikus tesztet ráfuttattak az adatokra, mindenféle százalékokat kimutattak, de azért a józan paraszti ész azért azt mondatja velem, hogy hát itt még azért kellenek újabb mérések, pontosabb mérések, esetleg több csatornán, tehát ne csak 2 ponton múljon már a következő fizikai Nobel-díj. De az biztos, hogy ha ez a felfedezés beigazolódik, ami szerintem még több év, mire ezt kijelenthetjük, akkor lehet, hogy tényleg megvan egy új részecske, aminek a tömege magyarázatot adhat a sötét anyagnak a létezésére is. Ma estére ennyi jutott az élő csillagászat Kis Lászlóval, ami ugye, mint már mindig el szoktam mondani, a Schwab-hegyi Csillagvizsgáló Interaktív Csillagászati Élményközpontnak a heti magazinműsora, a Schwab-hegyi Csillagvizsgáló, a Csillagászati és Földtani Kutatóközpont, illetve a Konkrétegen Miklós Csillagászati Intézet hozta létre. Szerkesztő műsorvezető, rendező Kis László, jó magam, rendező asszisztens Karajos Édua, technikai asszisztens Szabó Norton, produkciós asszisztens Kis Áron és Rózsahegyi Márton. Eddig tartott az élő csillagászat Kis Lászlóval újra töltve mai adása. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek további jó éjszakát, szép napot, jó reggelt, bárhol és bármikor is akadsz erre a videós tartalomra. Folytatás jövő héten Pásztor Gabriellával, akivel érkezik a részecske fizika és a kozmológia a nagyon pici és a nagyon nagy tanulmányozásának izgalmas átfedésével. Viszontlátásra, viszonthallásra, sziasztok!